Tojástartóból készültek a csibék, az üreg tojások pedig szebbnél szebb díszítést kaptak április 16-án a Lajta Vizitúra által szervezett első húsvéti programon. A rossz idő miatt nem a tervezett helyszínen, hanem a Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület telephelyén szervezték meg a programot, amire kicsiket és nagyokat is vártak. Volt már több kisebb-nagyobb városi rendezvényünk, de általában mindegyik a szezon utánra volt datálva, tehát a Lajta Halloween, illetve ugye a Mikulás estégen, és úgy gondoltuk, hogy idén csinálunk egy tavaszköszöntő rendezvényt, több ötlet felmerült, de végül a húsvét mellett döntöttük, és így jött létre ez a mai rendezvény. Míg bent bütykölésre, tojás és arcfestésre, népi játékok kipróbálására, vagy éppen mézkóstolásra volt lehetőség, addig a szabadban elrejtett kincseket kereshették meg azok, akik kalandra vágytak. Aki pedig mind a 6 pecsétet összegyűjtötte, az csokoládét kapott jutalmul. A tojás keresésen voltunk, és éppen festjük a tojásokat. Te mit csináltál eddig, és mi az, ami a legjobban tetszett? Nekem a tojásvadászat tetszett a legjobban, és tojásvadászunk, meg tojást festettünk. A szezon kezdetével a Lajta Vizitúra több programot is szervez a közeljövőben. Május 28-án szervezik meg a Mosonyi Duna teljesítménytúrát, ahol 30, 60 és 120 kilométer evezésére lesz lehetőség, de a szezonban egy és több napos túrákat is szerveznek majd a Lajta és a Mosonyi Duna mellett a sziget közben.